Ez a vándorvúsli helyszín a Sziget kulturális művészeti negyedében. A vúsli délután 3-tól este 11-ig van nyitva, a régi angol parkos hagyományokra épít, van placmesterünk. Misi, gyere ide, légy szíves, megmutatom. Ő a placmesterünk, aki gondoskodik a vendégekről. Odafigyel rájuk, és odafigyel, köszönjük szépen, a játékmestereinkre is, akik azt játsszák, hogy ők tulajdonképpen egy 19.-20. századi mutatványos csapat. Mindegyik játék az ő saját családi játékuk, ahogyan az régen is volt, és ezt működtetik. Dobójátékok, célbalövő játékok, de van bűvész sátrunk is, kiváló bűvészekkel valóban. Édesapámnak volt egy nagyon jó barátja, aki nagyon szeretett kártyázni, és így megtanított az itt a piros, hol a piros játékban, hogy hogyan csalnak az utcán. És akkor én ezt ilyen őrült mód begyakoroltam, ez mondom, ez volt már 12 éve, és akkor mutogattam a barátoknak, ismerősöknek, és akkor mindenkinek ez a tátott száj, csillogó szem reakciója volt, és nekem ez annyira megtetszett, hogy így nem maradt abba. Tehát így elkezdtem a Rodolfo könyveit olvasni, elkezdtem külföldről kellékeket berendelni, és akkor így egyre kinőtte magát a dolog. Ez pont egy olyan helyszín, ami mindenkit érdekel. Tehát ez szerintem a kicsitől a nagyig, a vúrsli, az mindenkit érdekel. Tehát aki a nem, azt mondja, hogy nem, az hazudik szerintem. Tehát, hogy ez pont arra jó, igen, hogyha mondjuk éppen nem egy nagy koncerten vannak, akkor egy kicsit kikapcsolódásképp időjönnek, játszanak a dobójátékokkal, megnéznek egy bűvészműsort, megnézik az artistákat. Now we are performing a show. We are circus performers and we have a show around this coffee wagon and we try to open the wagon and at the end it works, it's open and everybody can get some candy floss and coffee. And this one is the most stressful moment of the whole show. It's a lot of noise. Logically, it's a music festival, but it's nice. It's a nice festival, but to perform, it's loud.